A képviselőtestületi ülés előtt közmeghallgatást is tartottak. Átadták a Katona József úti bölcsödét. Helyi alkotók filmjét vetítették a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Módosította ma a képviselőtestület a köztemetők rendjéről szóló rendeletet, ami mellett tárgyaltak a környezetvédelmi intézkedési tervhez biztosított keretösszeg felosztásáról, az autóbuszmenetrend változásáról, a téli üzemeltetési és válságtervről, és egy a sportot és oktatást érintő fejlesztésről is. Ózdváros önkormányzatának képviselőtestülete az ülést megelőzően közmeghallgatást is tartott a városházán. A mai közmeghallgatásra csütörtökön 16 óráig lehetett jelentkezni, a közérdekű téma előzetes megjelölésével. Egy állampolgár élt a lehetőséggel, akinek az SMS szerint 10 perce volt a hozzászólásra. A közmeghallgatás 10 órára volt meghirdetve, a bejelentkező több percet késett, a képviselőtestület ettől függetlenül megvárta, amíg megérkezik. Mihály Tibor három projektet, a kerékpárút, az ipari park és a piac fejlesztését érintette hozzászólásában. A problémák felvázolásában szót ejtett egyes járdák állapotáról és a fák gajazásának mikéntjéről is. Jani Csak Dávid polgármester azt mondta, megfogadják a hozzászóló tanácsait, aki 15 napon belül kap majd választ írásban felvetett kérdéseire. Felháborít, mert az nem akadott oda fa senkit. A közmeghallgatást követően a testületi ülés 11 órakor kezdődött. Az ülésen egy új témát is felvettek a napi rendek közé, ami a köztemetők rendjének használatáról szóló rendelet módosítását tartalmazta. Ennek tárgyalása lakossági, képviselői igényre került terítékre. Temetőrendelet módosítása arról szól, hogy előre is meg lehessen vásárolni sírhelyeket az önkormányzati köztemetőkben. Ez a jelenleg hatályos temetőrendelet alapján nem megengedett, viszont január 1-től, akik eltemethető, elhunyt nélküli szeretnének sírhelyet vásárolni, azok számára ez a lehetőség már adott lesz. Fontos, hogy január 1-től csak olyan sírhelyek rendelkezési jogosultságát lehet megvásárolni, amely már legalább egy éve lejárt. Decemberben viszont még lesz lehetősége mindenkinek arra, hogy rendelkezési jogosultságát meghosszabbítsa. Téma volt a képviselőtestületi ülésen a környezetvédelmi intézkedési terv feladatainak ellátásához egy 2 millió forintos keretösszeg felosztása, amelynek a fedezete a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból származik. A terv a növénytelepítés, a tisztaság fenntartása és a tűzkárvédelem mellett a forrásvédelemről is szól. Ez utóbbihoz kapcsolódott Csutor László képviselő javaslata a Gálvölgye út végén található forrás megtisztításáról. Módosító indítványa alapján ehhez is lesz pénzügyi keret a jövőben. Két már benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntést is hozott a testület. Az egyik a Hódoscsépányi Sportegyesület használatában lévő labdarúgópálya és a labdafogó háló tartó szerkezetének felújításáról szól. A másik pedig a Kazincbarcikai Tankerületi Központ pályázatát érinti, ami az Apácai Csere János, a Vasvárúti, a Csépányi és a Petőfi Sándor általános iskola elektromos hálózatának megújítását célozza. Az említett ingatlanok az önkormányzat tulajdonában vannak, ezért kellett a használóknak az önkormányzat hozzájárulása. Javaslatot tett a testület a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó közszolgálati szerződés módosítására is. Évek óta úgy dolgozunk, hogy a közösségi közlekedés kapcsán az elfogadott menetrend mellett, amik beérkeznek lakossági észrevételek, azokat igyekszünk a volánnal közösen
kielégíteni. Sajnos új járatot évek óta nem tudunk indítani, hiszen a költségek az önkormányzat számára már így is a határokat feszegetik, hiszen közel 200 millió forint az a veszteségtérítés, amit a Volánbusz ZRT-nek minden esztendőben fizetni kell a jelenlegi közösségi közlekedés színvonalának fenntartásáért. Az előterjesztés is az említett módosításról szól. December 11-től a képernyőn látható útvonalakon közlekedő egy-egy járat esetében. A változás a viteldíjak és bérletek árát nem érinti. A képviselőtestületi ülésen tárgyaltak az idei térre vonatkozó üzemeltetési tervről is. A 24 oldalas dokumentum a közúthálózat előkészítését, a személyállomány biztosítását, az ügyeleti szolgálat megszervezését, a hóeltakarítás szintjét, a gépjárművek felkészítését is tartalmazza. Ehhez az előterjesztéshez kapcsolódott az idei térre vonatkozó válságterv is, ami rendkívüli hóhelyzetben szabályozza a tennivalókat. Átadták a Katona József úti bölcsödét, a beruházás mintegy bruttó 375 millió forintból valósulhatott meg. A megjelentek az ünnepélyes átadó keretében megtekintették a régi és az új épületet egyaránt. Majd a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is lezárták a projektet. Ezek a felvételek még tavaly júliusban készültek a Katona József úti bölcsöde épületéről. Ekkor derült ki, hogy Ózdváros önkormányzata elnyert egy 300 millió forintos belügyminisztériumi pályázatot, amelyet ennek az intézménynek a renoválására és bővítésére költenek majd. Ezt később Magyarország kormánya még 74 millió forinttal kiegészítette, így mintegy bruttó 375 millió forintból gazdálkodhattak. A papírmunka sok időt vett igénybe, de idén júniusban átvette a kivitelező cég a munkaterületet, így elkezdődhetett a beruházás. Szeptemberben már ott tartottak a szakemberek, hogy a feladatok 70%-a elkészült. Örömteli nap a mai, hiszen megtörtént a Katona József úti bölcsöde új szárnyának átadása, és az új szárny mellett a régi épület is egy energetikai felújításon esett át, ami rengeteget fog jelenteni nem csak a hőérzetben, hanem természetesen a rezsikiadásokban is, ami a mai világban az egyik legfontosabb. Az új szárny pedig már a modern követelményeknek megfelelően épült, minden előírást teljesít, és minden kényelmi szolgáltatást is teljesít. Külön öröm, hogy a pályázatban lehetőség volt eszközbeszerzésre is, így be is tudtuk rendezni az új épület szárnyat, amelynek, hogyha a használatba vételi engedélyei megérkeznek, akkor birtokba is vehetik a gyerekek. Az intézmény hivatalos átadóján az ott dolgozó szakemberek, az önkormányzat munkatársai, területi képviselők és a testület tagjai is egyaránt részt vettek. Bányai Zsuzsa, az ódszegyi igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Háláját fejezte ki többek között az ózdi városi óvodáknak, hogy befogadták őket, és az óvinak, hogy biztosították az étkeztetést és segítettek az udvar rendbetételében, de kollégáit is kiemelte. A dolgozók borzasztóan meg vannak elégedve, nagyon örülnek, hogy ilyen körülmények között kezdhetik el újra itt a munkát. Nagyon tetszik nekik az épület, és én szeretném is nekik megköszönni az eddigi május óta elvégzett munkájukat, hiszen folyamatosan igazodniuk kellett az új körülményekhez. Elképesztő gyorsan pakoltak ki, borzasztóan gyorsan pakoltak vissza azért, hogy a gyerekek, illetve a szülők minél kevesebb időre essenek ki az ellátásból, tehát le a kalappal előttük hatalmas erőltetett munkát végeztek az elmúlt napokban. A megjelentek közösen járták be az intézményt. A régi épület falai teljes felületükben új homlokzati hőszigetelő rendszert kaptak. Továbbá valamennyi nyílászáró megújult. A főhelyiségeket új burkolattal, a teljes belső falat és mennyezetet pedig disperziós festéssel látták el. A fő szempont a korszerűsítés és az energiahatékonyság volt, így ennek jegyében megújult a teljes fűtéshálózat, a víz- és szennyvízhálózat is. Felújították a teljes villamos hálózatot, amely során hosszú élettartamú, energiatakarékos lámpatesteket is beszereltek. A takarékos gazdálkodás nagyon fontos volt a tervezés során. Ebben nagy segítséget jelentett az épület kedvező adottsága, amelynek köszönhetően napelemeket tudtak telepíteni. A régi épülethez ugye hozzátoldottunk egy közel 240 négyzetméteres új épületrészt, és a legmodernebb hőszigetelési rendszert kapta, födémszigetelést, betonfödémet, új cserjét, ahogy látszódik is, kapott egy új szellőztető rendszert, ami ugye a régi épületrészben nem található.
padlófűtést kapott, ugye a felületfűtés jelentősen növeli az energiahatékonyságot. A férőhelyek kérdése már évek óta komoly problémát jelentett a városban, hiszen mindig túljelentkezés tapasztalható. Az új szárny ezt az égető problémát előreláthatólag csökkenteni fogja. Ezáltal egyébként 24 férőhelyjel és 5 új munkahelyjel bővült a létesítmény. Az átadó zárásaként átvágták a nemzeti színű szalagot, így elképezve, hogy elkészült az épület. Helyi alkotók filmjét vetítették a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban. Az Idevalók című dokumentumfilm a halmozottan sérültek Borsodabaúj-Zemplén megyei szülőszövetség felkérésére jött létre. Főszereplője 9 fogyatékkal élő ózdi fiatal. Az eseményre Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár is ellátogatott. Rendhagyó filmvetítésre érkeztek az érdeklődők a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkba. 3 helyi alkotó, Kovács Krisztina, Pintér Facskó Anett és Váradi László, Idevalók című dokumentumfilmje került ugyanis a vászonra. Lovas Lajos, a Fórum Hungaricum Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Szűrös Danyi Edina, a halmozottan sérültek Borsodabaúj-Zemplén megyei szülőszövetségének elnökhelyettese, és Harkály Géza Patrik, tapasztalati szakértő is megosztotta gondolatait. Ez a film egy ablak. Ablak a sérültek világába, betekintést ad abba a világba, amiben nekünk élnünk kell. Sokan úgy gondolják, hogy jaj, ő beteg, ő neki valami problémája van. Ő más, mint mi. Talán így is van. Talán tényleg mások vagyunk. De mi attól vagyunk, akik. Egy életre való fiatal társaság. Rész Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos egy angliai iskolában tett látogatására emlékezett vissza, ahol olyan fiatalokkal találkozott, akik bizonyos betegségtípusokkal küzdöttek. Az elfogadottság, a beintegrálódás, a közös öröm, a közös élmény, és mindaz, ami egyfajta másság kezelését jelenti, számomra akkor világosodott meg. Akkor világosodott meg, amikor kerekesszékes, sérült fiatalt közösen toltak felváltva ki az udvarra együtt játszani, együtt dobálták azt a gumilabdát egymásnak, úgy, ahogy neki viszont az egészséges gyermekekkel, vagy a nem sérült fiatalokkal közösen, és feloldódott mindaz, ami máshol esetleg gátként, korlátként megjelent. Az eseményre Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár is ellátogatott. Köszöntőjében megemlítette, hogy december 3-án lesz a Fogyatékos Emberek Világnapja. Minden egyes ilyen nemzetközi nap csak annyit tud érni, amit majd a következő napra át tudunk ebből menekíteni, amikor már nem nemzetközi nap van, nem itt ülünk ezen a szép és jó helyen, hanem mindenki a maga szürke hétköznapjában dolgozik, teszi a dolgát, hogy akkor mi marad meg ebből. És azt gondolom, hogy itt ez a film, amit nekem már volt szerencsém megnézni, amit a halmozottan sérültek Borsodabaúj-Zemplén megyei szülőszövetsége gondozásában létrejött, az egy fontos dokumentum, és pontosan azért, mert ahhoz segít minket hozzá, hogy információt átadjon. Kiemelte, hogy a film kirívóan jó része, hogy a maga természetességében mutatja be a szereplőket és az életüket, így közelebb tudunk kerülni hozzájuk és az ügyükhöz. Az alkotás középpontjában egyébként 9 fogyatékkal élő fiatal áll, akik közel 8 hónap leforgása alatt több alkalommal is érzékenyítő tréningeket tartottak ózdi oktatási, nevelési, illetve szociális intézményekben. Sok gyerek a 8 főből ismerte egymást, mert ugye mindegyik egy iskolába járt. Voltak, akik új tagként csatlakoztak, de nagyon hamar befogadták őket, és egy igazi kis közösségi kovácsolódtunk. Úgyhogy a munka az nagyon gördülékenyen ment. A szakmai vezetőnk, a Bartáni Demcsik Kati szuperül irányította a történetet. Úgyhogy szerintem mindenkinek egy pozitív dolog volt ez a film. Nekem az volt a legjobb, hogy barátokat szereztem vele. Tényleg olyanokat, mint én. Sokan könnyes szemmel ültek, a film ugyanis mindenkit meghatott. A vetítést követően Fülöp Attila és Rész Gábor egy-egy ajándékcsomaggal lepték meg a fiatalokat, akik szintén készültek számukra egy kis meglepetéssel, amit örömmel át is adtak. Az esemény kötetlen beszélgetéssel zárult. Városunk általános iskolái idén is csatlakoztak a Mosolymanó karácsonyi ajándékgyűjtéshez.
Az országos akciót már hetedik alkalommal szervezik meg a Pont Velem Okos Program és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az egyik csomaglogisztikai szolgáltató támogatásával. A kampány során a diákok az általuk már nem használt, de jó állapotú vagy új játékaikat rakják dobozba, becsomagolják, majd ráírják, hogy milyen nemű és korú társuknak küldik azokat. A szervezők arra kérik a gyerekeket, hogy olyan ajándékcsomagot készítsenek, melynek ők maguk is örülnének. A Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkársága támogatásával megvalósuló akcióban a korábbi 6 év alatt több 10 000 ajándékcsomagot állítottak össze az általános iskolás gyerekek rászoruló kortársaiknak. A felajánlásokat december 9-ig gyűjtik az Ózdi általános iskolákban. Vasárnap ismét megnyitja a kapuit a 8. adventi forgatag. December 4-én délután 2 órakor már megjelennek az árusok a Városháztéren, és elkezdődik a mulatság. 3 órától a fellépők veszik birtokba a színpadot. A sort ekkor az Ózdi Városi Óvodák Nemzetőrúti tagóvodájának apróságai nyitják meg. 3:45-kor megérkezik a Mikulás is, aki a jó gyerekeknek szaloncukrot osztogat majd. Az előadók sorában az Ómi Zenész Színház tagjai következnek, akik igazi karácsonyi válogatással készültek a bronzvasárnapra. Őket követi az Ózdi Városi Vegyeskar, valamint a Szabad Szombat Tánc Együttes műsora is. Az ünnepi köszöntőt Zsuponyó Anett Ózdváros alpolgármestere tartja, Csikainé Mihali Kéva református lelkész közreműködésével. Végül pedig közösen gyújtják meg a koszorú második gyertyáját. Látványos és sportos programokkal is kiegészül ez a nap, hiszen délelőtt a Gömöri Motoros Közösség tagjai öltenek magukra Mikulás ruhát, délután pedig az Ózdi Teknőcökhöz lehet csatlakozni a Mikulás futás keretében. Idén is meghirdette Dobj egy macit akcióját az UA Mozdi KC. Szombaton a BFK a Balatonfüred érkezik a Marosi István Városi Sportcsarnokba az NB1B 13. fordulójára. A találkozó este 6 órakor kezdődik, amely során megtartják a már hagyományosnak számító medvedobást. Természetesen bármilyen plüssállattal érkezhetnek a szurkolók, a lényeg a segítő szándék. Ezeket a szokásos módon mindenki egyszerre dobja majd be a pályára. Az összegyűjtött játékokat pedig a csapat elajándékozza a helyi óvodásoknak, ezzel is szebbé téve számukra az ünnepet. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Módosította ma a képviselőtestület a köztemetők rendjéről szóló rendeletet, az ülést megelőzően közmeghallgatást is tartottak a Városházán. Átadták a Katona József úti bölcsödét. A megjelentek az ünnepies átadó keretében megtekintették a régi és az új épületet egyaránt, majd átvágták a nemzeti színű szalagot. Helyi alkotók filmjét vetítették a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban, az Idevalók című dokumentumfilm bemutatójára Fülöp Attila államtitkár is ellátogatott. Vasárnap ismét megnyitja kapuit a 8. adventi forgatag. December 4-én délután 2 órakor már megjelennek az árusok a Városháztéren, és elkezdődik a mulatság. És most nézzük, milyen időjárás várható holnap. Szombaton erősen felhős, borongós lesz az ég, keleten, észak-keleten lehetnek rövid napos időszakok. Nyugaton kisebb mennyiségű csapadék előfordulhat eső, néhol havas eső formájában. A délkeleti, keleti szél a Dunántúli és középső tájakon több helyen feltámad, máshol gyenge mérsékelt lesz. Térségünkben hajnalban -1, míg napközben 4 fokot mérhetünk majd. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban, a krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Színpadon című dokumentumfilmet láthatják nézőink. Friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk, szombaton és vasárnap pedig a 168 órával jövünk. Legyen szép estét, viszontlátásra!